csemballóval kíséri a furuján játszó tanítványát Prehoffer Gábor. Koncertre készülnek a nardai régi paplakban. A furuja egy olyan hangszer, hogy az irodalma az úgy körülbelül 1800 előtt keletkezett, tehát addig rendkívül kedvelt hangszer volt. Tehát mi általában arra vagyunk kényszerítve, miután mindegy származik a repertoár, hogy a régi időknek a zenéjét játsszuk. De ez jó passzol a környezetbe is, mert szép régi templomban lesz a koncert, a szép régi plébánia épületben vagyunk, tehát adott minden ahhoz, hogy egy jót muzsikáljunk. A gyerekek munkakedve töretlen, örömmel és gyorsan tanulnak itt, mert a felkészülési idő rövid, kihívást jelent számukra a szereplés. Az 1300-as évek fülbemászó muzsikáját is játszhatják a gyakorlott zeneiskolások. Én másodikba kezdtem a zenélést, és szoprán furuján, de most már alt furuján is játszom. Alt furuján játszom, nagyon tetszik, amikor új darabokat tanulok, mert szeretek új darabokat tanulni, és nagyon élvezem a tábort. A harmadik régi zenetáborban most 9 diák vesz részt. Családiasan zajlanak a napok, a 10 év körüli tanulóknak nem hiányzik a tévé sem, a zene tölti ki a napjaikat. Itt együtt is játszhatnak, amire ritkán van lehetőség a tanévben. Nyári szünetben sokkal több idejük van a gyerekeknek, tehát évközben egyik óráról a másikra rohannak, és számtalan külön órájuk van, sportolnak, zeneiskolába járnak, tehát nagyon sok elfoglaltság van. Itt azonban ráérnek, és együtt vagyunk, és összetudjuk őket úgy rakni kamaracsoportokba, amit akkoriban ugye nehéz, mert mindenki más időpontba jön. Tehát ilyen szempontból itt minden adott a kamarazenélésre. A délelőtti tanulást általában kerékpáros kirándulás követi, vagy pedig strandolni mennek a zenei tábor résztvevői.